Sziasztok, ez itt Döglé Zoli és... Én, azaz Lóri B. A kezedet a magasba dob fel! Nagyon örültem neki, hát ez egy nagyon nagy dolog, meg hogy mi vagyunk a Slusszpoén, hát ez óriási. Láttad itt az előadókat? Fantasztikus férfiak és nők. Mi eleve élő zenekarra játszunk, tehát megszoktuk ezt, ennyi fúvósunk nincsen. Egy-két fúvós akad, de ennyi fúvós nem létezik a világon. Tehát ez, én mikor először bejöttem, még volt egy próba erre a kis rendezvényre, és belépek a színpadra, és én arra gondoltam, én nem tudtam, hogy ennyi fúvós van, és gondoltam, hogy van egy kis zenekar, 5-6 ember, mint nálunk, és belépek, és meglátom, hogy 40 millió ember, sőt egy körmendi baba a hangmérnök, hogy a karmester ott áll, és így annyira meglepődött, jaj, sziasztok, hát annyian vannak, mint az oroszok, mi ez? Érted? De nagyon jó, király, megszólal nagyon. Úgyhogy jó dolog ez. A Jégre teszlek Bakelit 500 példányban jelent meg, és már akkor elfogyott, hála Istennek, mielőtt úgymond a gyártás elindult volna. Úgyhogy ilyen szinten azt a sikert, ami annak idején mikor is volt pontosan? 97-ben úgymond fémjelezte ezt a munkásságot, mai napig is támogató jelleggel volt ilyen szinten a felvásárló közönség, úgyhogy hálásak vagyunk ezért. Tök jó. A sötét beszület, de mégis világos lenne. Az életben és a rossz és a rosszat is tette. És nem hozott fel engem az, hogy ismerlek téged. De tanulok és jó, megjegyzem majd a képet. Hogy ne tévedjek akkor, mikor előttem állsz. És megkérdezem, hogy te vajon miért nyálsz? Mert én totál betárom a várom már a végén. És kiúzom becskös az Istennek székét. Volt már Bakelit, ugye a Heldorado című lemezünk, az egyszer már megjelent egy dupla Bakelit lemezen, 99-ben, amikor kijött a CD is, de az nagyon gyorsan elfogyott, és azt már nem is lehet megszerezni sehonnan. Maximum használtam valakitől, vagy betörni valakihez, akinél megvan, és ellopni. Tehát ezt lehet maximum csinálni, de ehhez képest ez a következő célpont, a Heldorado, ugye a 99-es lemez, és úgy tervezzük, hogy csinálunk egy Heldorado újra töltve lemezt. Eleve megjelenik ez CD-n is, Bakelite megjelenik az eredeti is, és nem tudom, hogy az eredeti is, és az újra töltve is, mert az újra töltvét azt a Lórival csináljuk meg. Tehát ugye ott egy másik felállás volt már, egy másik ötös felállás, és szeretnénk a Lóri B-vel megcsinálni ugyanazokat a dalokat, de egy picit, hogy mondjam, a zenei alapokat egy picit igazítani a mai világhoz. Tehát nem a szövegek változnak, hanem inkább a zenék egy picit, de maga az atmoszféra, a hangulat az marad ugyanaz. Eljön az én időm, lehet, hogy ez az anyád, amikor a haragom majd titeket megtalál. Mi az, ami fontos, és mi az, ami ne? Én majd eldöntöm azt, hogy velem mi legyen. Igazából a Zoli mutatta a csapás irányt, és a rendező, az az Indián, ugye, az Andris igazodott ilyen szinten az igényekhez, és azokhoz a kérésekhez, amit igazából megfogalmazott a Fönciben. Mi csak igazodtunk hozzá, ugyanis teljes mértékben osztottuk azt a képi világot, amit úgymond a szöveg mellett igazából visszaigazolja a képi világ, ugye, azt az üzenetet, amit hordoz, és nem volt ezzel probléma ilyen szinten, mint ahogy emlékszem, föltettél két évvel ezelőtt egy hasonló kérdést, ami azt akarta, hogy hát hogy teltek, milyen volt a próba, voltak-e nehézségek. Nem, hasonlóképpen ugyanilyen olajozottan ment a történet, a Fönci mutatja a csapást, mi igazodunk, és kerek a történet. Itt van a helye, ezért van, hogy mindenki megismeri a nevet. Akár csak a názereti, mert bizony én vagyok az, aki tanítunk, de semmiből se tanulok. Legenda meg a királyi cím is tudott relatív, mert ahol kéne a segítsége, a hatást negatív. Vannak nálunk standard dolgok, főleg nálam, ami a gengszterepezők hozzátartozik. Fegyverek, borzalmas megjelenés, és olyan arcok mögöttünk, aki ilyen fejenként 500 év letöltendő. Tehát ezt én mindig próbálom hozni ezeket a ilyen kis standard effekteket, és ez sikerül is. És a srácok meg nem vetettek ellen, nagyon aranyosak voltak, és nagyon jól sikerült ez a klip. Megmondom őszintén, a dal, az teljes mértékben a Lóri ötlete volt, ez a dal, ebben őneki két verzéje is van, tehát ő hozta ezt a dalt, a zenét, ő hozta a szöveget, ami már megvolt, és ehhez írtam én egy verzét hozzá.
és a Piero pedig csak egy picit kipofozta az alapot. Tehát az igazából itt a zeneszerző a Lóri, meg a szövegíró, tehát a szövegnek a nagy részét is ő írta, az én verziómet nyilván én, de ez egy nagyon-nagyon jól sikerült dal lett, és nagyon beleilleszkedik szerintem ebbe az új albumba, meg az új csapás irányba, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a dalt, meg hát nagyon szeretem az új lemezt eleve. Hát fonogram díjat kapott, álljunk már meg egy pillanatra. Na, év rap lemeze lett, jó napot kívánok! És játszhatod a legendát, ezzel te kis tökér, csak saját fogad vered át. Itt jönnek a legnagyobbak, Lóri, Zoli, Laca, 22 a csúcson, a sokkal több. Baszta meg a Curtis, az hogy mondjam, a Curtis nekem gyerekkori, tehát őt ekkora kora óta ismerjük, még a Lóri velünk volt 97-ben, mikor a Curtis-két a bátyai föladták a nyakunkba, és a keleti oldal, a nyugati oldalt úgy repeltük el, hogy néha föladtam neki a mikrofon, még cérna hangon, keleti oldal! Tehát most meg akkora, mint egy tenyészló, érted a Curtis? Hát de így fejlődnek az emberek, és velük az idők is. Úgyhogy a Curtis-két nagyon régen ismerjük. A Baszta pedig nekem úgy lett, hogy mondjam, ismerősen barátom, még ismertem a Kamikaze időszakból, mikor a Funktasztikussal együtt dolgozott. Mind a kettőt nagyon szerettem, de a Basztát nem ismertem annyira, mint a Funkot. És a Baszta Zsoltival egy színházi előadáson most találkoztunk, amiben együtt játszottunk, illetve egymást váltottuk. Ugyanazt a szerepet játszottunk, csak váltók voltunk. És a próbákon sokat dumáltunk, és mondta, hogy csináljunk már valami közös dolgot, és akkor én azt mondtam, hogy jó, gyere el a klipünkbe, ő is elhívott az ő klipjébe, én megjelentem egy-két vágás erejéig, és akkor én elment, ő meg eljött a mi klipünkbe, és nagyon szívesen szerepelt benne. Egy. Populáris hatás vagyok, polgárt lukasztó ellenbak, merősséget, dicsőséget nyert hatósan nevem. Urbanizálódott, jelen formálok, példa farkasból, bárányfül bekapjából, legyen legenda. Bizonyi tépú szolgálátért igaz történet, nem tantézis, ez meg van-e formula, amit élek, ezek a tények. Én szerintem a jó zene fogalma jelen esetben nem a kártel formációt képezi. Hát figyelj, üzenetét tekintve semmiféleképpen. Az a fajta polgárpukkasztás mai napig jelen van, ami közel 22 éve jellemzi a csapatot, ez óriási dolog, de lényegesen, sőt hatványozottan hozott áttörést, nem csak a szakmán belül az elismerése nézve, hogy van értéke, pozitív megnyilvánulási formája úgymond ennek a szélsőséges, lázadó, destruktív magatartásnak, hanem igazából, de hülye, igazából a fellépésekben is tapasztaljuk el, sokkal többen hívnak meg, sokkal több helyre tudunk eljutni. Ez a szöveg egy gyilkosság, innek is kegyelem mindenki, de tapogott a Zoli az, aki talált ezen a lemezen, az EOLI meg a kártel. Nincs semmi gond, dörek nyugodtak, de szinte kibaszott veled, a te is kibaszott velük. Az utolsó csikaver a fieteket nem kell, de tudod nagyon jó, hogy én nem élek kezdem. Igazából ez csak egy szakmai díj, de mivel visszaigazolja ilyen szinten ugye a közönség is ezt a fajta szeretetet, mi azért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és tök jó, hogy ennyire olajozottan tud működni, és például az összes nagy fesztiválon ott vagyunk idén is, ugye ide is meghívtak bennünket, tengermély köszönet érte. Igazából csak jó dolog történik folyamatosan, ugye? Idén utat tört magának a K.O., bearanyozódott, utána platina lett, és akkor elhoztuk a fonogram díjat, ami fantasztikus érzés. Halott egyszerűen a pincében, üveben van a fejük a pászlébe. Ti azt hittetek, megijedtük tőletek, hát csak jöjjetek, lőjjetek! De ha elhibázz, a tanc jól hibázz, mert a nem talál, neked halál. Fia a neve, csinál felfogad, nincs jobb a napotok, feltolhatod. Meg Kovács kerül, tek-tek, felletted az anyádat, szervezed be. Ti mazsíroztok, mint a németek, de ez nem az a hely, itt végetek. Nem csak Los Angelesben voltunk, hanem voltunk New Yorkban is, voltunk Fort Lauderdale-ben, voltunk Sarasotán és voltunk Torontóban, Kanadában. Ott azért voltunk, mert koncerteztünk. Tehát a helyi magyaroknak csináltunk egy ilyen kis turnét, és játszottunk 5 koncertet. Ez speciál, ez nem élőzenekaros volt, hanem DJ-es volt. Van egy DJ-ünk, DJ Zsivkovics Peti, ismertebb nevén DJ Easy Dick. Nem fordítom le. Úgyhogy ő nyomta az alapokat nekünk, és mi hárman, Lóri, Laci meg én nyomtuk a repeket a halál élőben, és nagyon jó hangulatú kis bulikat csináltunk, mert nagyon jól éreztük magunkat. Tehát autentikus helyeket megnéztük, vátolokó filmforgatás, ugye a vérkötelező. One Life to Pop.